Megy? Én nem tudom. Ben vagyok? Ja. Kedves rádiónéző gyerekek! Szerinted jó bent vagyunk? Nem látok semmit rajta. Én sem. Hello, sziasztok! Ma valami különleges dologgal fogunk megpróbálkozni, hogy sokszor mondjátok nekem, hogy a kamera túl közel van ide a fejemhez, és nem lehet rendesen látni a hátteret, úgyhogy gondoltam, hogy készítünk egy ilyen házilag készített selfie botot. Nem is akármilyet, hanem is a világ leghosszabb, de egy nagyon hosszú, Ausztrália, nem? Ausztrália leghosszabb selfie botját. Úgyhogy mutassuk, mit készítettünk. Ja. Figyelj, kihúzom. Megy. Egy. Megy. 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 Még mindig jön. Szerintem, hogy mindig túl közel. Közel van még mindig? Ja. Akkor gyere vissza. Azt mondta a Lukasz, hogy még mindig túl közel van, úgyhogy várjál, fogjad meg a végét. Hoppá, fogd meg a végét. Kijebb húzzuk egy kicsit. Fogod? Még mindig jön. Megvan? Hozok egy centit. Hoztam a centit. Egész pontosan 3,5 méter. 3,5 méter, és egy kicsit nehéz ez a nagyon hosszú selfie-bot, ezzel csak tudod, mi a baj? Mi? Hogy itt benne a házban nem nagyon tudunk bele filmezni. Jaj, de... Ugyanis ti már a konyhában vagytok, ott a hűtő mellett. És két kézzel... Hallod? Hogy te? Úgyhogy, megvagy? Megvagyok! Most te... Lukasz, te közel vagy hozzá. Majdnem a lámpa! Ezzel az a baj, hogy itt bent nagyon nem lehet filmezni, úgyhogy nekem van az az ötletem, menjünk ki a szabadba! Megérkeztünk! Lukasz, hova érkeztünk meg? Ide ki a semmi közepére, szerintem itt tudunk filmezni, nem? Itt nem fog minket senki zavarni, kiúszhatjuk ezt a rudat, Mária, körbeforgunk. Látod, milyen hosszú, Lukasz, még a végén fordulok, aztán puf, leverem a fejedet. Ez jó ez a selfie volt, csak az a baj vele, hogy vagy az eleje túl hosszú és nehéz tartani, vagy a hátulja túl hosszú és valamit véletlen puf, leverek vele. De várjál, félig kihúzzuk. Látod? Ó, itt vagyunk kint a semmi közepén, itt sok ilyen cukornádas van. Ez a feles, tudjuk ezt tartsad meg. Két kézzel, nem tud egy kézzel így megtartani. Ho-ho! Figyelj, most kihúzzuk a 3,5 méterre. Egyen két kézzel lehet tartani. Túl közel mindig! Lehet, hogy nem is lehet hallani minket. Lehet minket hallani? Halló! Lehet, hogy nem. Ez kötél! Azért menjünk körbe. Gondolom le, így sétálnánk. Vigyázz! Gondolom le! Mit csinál? Van-e, így sétálnánk mondjuk a városba, mennénk, és mindenkit is felbevernénk, bár mindent biztos lehetne rendesen látni, nem? Remélem rendesen lehet mindent rajta látni. Ez még arra jó, hogy bemegyünk ide ebbe a cukornádasba. Várj, egy kicsit közelebb kellett, hogy húzzalak, ugyanis lehet, hogy nem lehet hallani, vagy lehet is hallani rendesen, két kézzel így rettentő nehéz tartani sokáig. Egy kis időre ilyen kihúzott, csinálsz egy fényképet, úgy elmegy, de mászkálni vele kicsit nehéz. Ez még arra jó, hogy itt ez a cukornádas, mutatom itt mindenfelé. Ezen a cukornádas részen
Vigyázz, mert felbeverlek. Biztos, hogy nagyon sok kígyó van, meg ilyen csúszmászó, amitől én rettentően félek, de ezzel be tudunk menni, és be tudjuk nyomni 3,5 méterre ezt a selfie botot, és meg tudjuk nézni, mi van itt a cukornádasban. Itt van mögöttem a cukornádas. Úgyhogy most ide benyomjuk a kamerát, és megnézzük, hogy mi van benne. Ugyanis oda én bemenni biztos, hogy nem mernék. Figyeld! Menj a kamera. Kibohockodtuk magunkat. Ahogy mondtam, ezzel a stickkel azt lehet csinálni, Lukasz, hogy mit lehet pörögni körbe, pörgésen kívül még mit? Hol vagy? Semmi, dehogy nem. Majd nagyon kiúzzuk, egy fényképet tudunk magunkról csinálni, vagy egy rövid videót. De már csináltunk, de nem is egyet, sokat. Ugye, várjál, mutatok valamit közben, kiveszem ezt a kamerát ebből, mert csak ki lehet csatolni a helyéről. Na, kivettem. Ilyen kicsit könnyebb tartani, meg talán egyszer mutatom amúgy ezt a selfie botunkat, hogy hogy néz ki, hogy miből alakítottuk át. Látod? Ez egy ilyen sárga rud, amit ki lehet húzni. Itt ez a gomb rajta. És Lukasz, húzd meg a fejét. És kijön. Látod? Jó. Told vissza. Így néz ki a rud. Csak hogyha rajta a kamera, lehet, hogy lehetett látni a rudat, csak nem egész végig valószínű. Amúgy mutatom, hogy hol vagyunk. Itt vagyunk a semmi közepén. Lukasz, hogy maradj ott? Hát, hogy egy autó, és sok kamion járkál. Egy ilyen elhagyatott út, ahol mennek a kamionok. Onnét, és ott a főút arra felé. Aztán arra felé mennek be a kamionok. Arra a cukornádas, meg arra a részekről, olyan minden 10-15 percre. Ami ez a fa azért érdekes, mert itt hány filmet forgattunk, vagy videóztunk. Itt csináltuk azt a távirányítóst, azt a távirányítós autót. Ja, a mozdás videót is itt csináltuk. Nem tudtam mondani azt. Ja. Tele volt ilyen vízzel, és halt meg az autónk, ugye? A távirányítós meg belement a vízbe, és utána nem működött rendesen. Amúgy nem ez az érdekes ebben a helyben, az is érdekes, de ez azért, én azért szeretek ide járni, mert itt készítettem a második rövid filmemet. Mi a neve? Time to Remember. A Time to Remember, ugye én rettentő régóta videózok, ugye nem csak ilyen vlogokat, meg ilyen videókat készítek. Ja, te még meg se születtél. Ez a videó, rövid film 2007-ben készült, és ezen a részen vettük fel ezt a Time to Remember-t. Egy ilyen autós részt vettünk fel ezen a részen. Onnét jött az autó, arról a részről, és ide így becsúsztunk. Itt voltam én az autónak a tetején, itt lógtam, és itt mentünk körbe, közben apukám meg az öcsém filmezett, itt volt a anyukám is, és rettentően sok emlék kapcsolódik ehhez a fás részhez, ez a fához, meg ehhez a cukornádas részhez. Megmutatom nektek, hogy miről beszélek. Ez volt a második rövid filmem, úgyhogy mire léptem rá. Csak egy ilyen valamire, szemét. Úgyhogy mutatok egy rövid részletet ebből a filmből, és meglátjátok, hogy miről beszélek.
remélem, hogy élveztétek. Én nagyon élveztem készíteni ezt a filmet, amikor itt ugráltam az autóra felnek, átpörögtem rajta, lógtam a tetején. Közben képzeld el, jött a rendőr, itt megállított minket ezen a részen. Lukasz, te nem tudod, mert nem voltál itt. A Lukasz nem született még akkor meg. És jött itt a rendőr, és félrehúzott minket, kérdezte, hogy mit csinálunk, ilyen maszk, ugye van rajt volt a fejemen, lógtam az autónak az oldalán, tele volt minden kamerával, és mondtuk, hogy filmezünk, úgyhogy nem lett belőle semmi, elengedett minket. Nagyon érdekes volt, én rettentően élveztem, ahogy mondtam. Én azért szeretek ide járni, ilyen semmi közepére, annyira jó ötletem lenne megint itt valamit filmezni. Na mindegy, majd talán egyszer legközelebb. Amúgy megmutatom még, mi van itt. Itt volt régen, emlékszel a kiégett autóra? Itt volt egy ilyen kiégett autó, ami leégett, azt elvitték. De ahogy látom, az emberek még mindig hordnak ide szemetet. Nézzük meg. Ez egy úszómedence, nem? Ilyen felfújhatós úszómedence. Aztán van itt egy... mi ez az zöld? Ilyen doboz. Valami. Ebben mi van? Víz. Olaj. Ez még micsoda? Valami dísz. Sok doboz, nem tudom, miért ide kihozzák az emberek a szemetet. Aztán ezen kívül cukornádas van itt, ahova, ahogy mondtam, én nem nagyon szeretek bemenni. Ugyanis tele van ilyen helyen kígyókkal. Itt egy üveg. Látod, de kijönnek az emberek, isznak egyet. Egyet ittak, többet nem. Fogjuk meg ezt a botot, és kinyitod az ajtót. Megpróbáljuk valahogy visszarakni megint az autóba. Rettentően nehéz volt elhozni. Alig akart befér. Na, csak sikerült betenni. Elég nehézkesen. Amúgy a leghosszabb selfie bot, aztán benn volt a rekordok könyvébe. Tudod, mennyi a leghosszabb selfie bot? Mely? Ha jól emlékszek, 18 méter. 18 méter, gondold, de hogy lehet 18 méteres ilyen selfie botot tartani, nem egy kézzel, két kézzel. Szerintem annak két vagy három embernek. Ja. Gondold el! Ezt a 3,5 métereset két kézzel ugye lehet tartani, egy kicsit nehézkes, de sétálni biztos nem lehetne vele sehol se. A legközelebb lehet, hogy megpróbáljuk valahol. Valahol olyan helyre elvinni, valami másik érdekes helyre. Valakinek van valami ötlet, hogy legközelebb hova vigyük el ezt a hosszú selfie botot, ide a videó alá írjátok meg. Lukasz, van valami ötleted? Mit látszottam magadat? Hova vigyük el legközelebb a selfie botot? Hajózni. Hajózni? Jó van. Legközelebb lehet, hogy elviszük le a partra, kivisszük valamerre. De várj, egy a baj. Tudod, mi a baj? Mi? Ha nincs a hajóm. Vlog szinten felfújhatós. Na minden, ma meglátjuk. Ugye ezt a mai videót itt most befejezzük. Ha vlognek van valami ötlete, ide a videó alá írjátok meg, hogy szerintetek hova vigyük el ezt a selfie botot legközelebb, és mit próbáljuk vele lefilmezni. Úgyhogy mára ennyit. Mindenkinek további szép napot. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!